319-es életet, elfő és nevén elfő életet.
és fölbomlanak az emberi közösség.
A másik emberi életforma ennek az ellentét. A szeretet életforma. Hogy ő szolgál. Mások. Életünk odaadása. Szétosztogatása segítő jó szavakban és cselekedetekben. Ez a Jézusi életforma. A magam érdekeinek az odaáldozásával élni Isten akarata szerint, az embertársért, a családért, a népért, az emberi közösségekért. Egy szóval szolgál. Aki ezt a másik életformát választja, a szeretet életformáját, az bizony sok terhet, sok keresztet is vesz a vállalra. És ne számítson mindig hálára és köszönetre. Mégis ez az igazán emberi, Isten akarata szerinti élet. Élni másokért, segíteni a rászorulókon, a bajba jutottakon, és adni, adni és adni. Az ilyen élet egyúttal gazdag és boldog élet is, mert a szeretet mindig visszasugárzik rám, szeretetet ébreszt másokban is. Ez Jézus útja, az igazán emberi élet útja, hogy ő szolgáljon és életét adja váltságért. Ez a Jézusi ige volt Kálgyi Zoltán testvérünk életének a titka is. Nem csak hirdette és tanította a diakónia a szolgálat teológiáját, hanem élte is. Önmagát nem kímélve, lobogó lánggal égve egyháza, népe, családja és embertársai szolgálatát. Bizonyos, hogy az ő hitének is voltak nehéz próbák. Az ő élete sem volt mentes emberi gyarlóság, de ki lehetne ez közül. De egyet bizonyosan elmondhatunk róla. Isten akarta szolgálni. Jézus akarta követni a tanítvány kereszt útján a Via Cruciszon. Másokért akart élni. Fiatalon az óriási pécsi szórvány területen, mint lelkész. Esperesként Tolnaparanyában, Budapesten a püspöki majd egyházát vezető szolgálat egyre szélesedő és egyre nehezülő terhei alatt. Végül a Luteránus Világszövetség kézén. Mindkét végén meggyújtott gyertyaként égette el életét a másokért szolgáló szeretet. Életpályája rendkívül magasra ívelt. A kis Zala megyei Iharos-Berényi parókiából, a szülői házból, a Luteránus Világszövetség elnöki tisztségét. A világ csak nem 100 országában. 55 millió evangélikus hajtja meg most a fejét előtte, a mélykázban. A legnehezebb azonban ennek az egyre fölfelé ívelő életpályának az utolsó szakasza, a legutóbbi másfél esztendő volt. Aki mindig aktív volt, dinamikus igehirdető és fáradhatatlan cselekvő, az előtt egy szempillantás alatt bezárult ez az ajtó. Nehezen küzdött egy-egy szóért is, s oda volt kötve a karosszék. Aki mindig másoknak szolgált, teljesen mások szolgálatára volt teálltal. Milyen elképzelhetetlenül nehéz próbatétel lehetett ez 17 hosszú hónapon keresztül. És mégis az utolsó pillanatig hitte és akarta és remélte, hogy Isten megengedi neki, hogy visszatérhet szeretett szent szolgálat. Az élet és halál ura másként végzett felő. Hazahívta magához magasabb szolgálatra az örökké valóság. Gyászoló család, szolgatársa, testvérei, mindazok, akik tisztelték és szerették őt. Két vigyázat.
vigasztalásunk van ebben a nehéz órában, a búcsú órájában. Az egyik az az általános emberi reménység, amiért élt, amit élete oda áldozásával szétosztott közöttünk, egyházon, népe és az emberek szolgálatában, mind az nem száll testével együtt a sírba, mert szeretetének, szolgálatának gyümölcsei velünk maradnak. Beleépültek családja, egyháza, népe, az ökuméné és a luteránus világszövetség élete. A másik reménységünk pedig Isten ígéret, hitünk bizonyosság, amit így fejez ki élete végén Pálapostól. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró a manapon. Az elvesztés és a búcsú fájdalmát, gyászát ragyogja át bennünk Isten ígéret. A koporsó nem a legvégső állomás. A legutolsó szó nem a halál. A halál sötét kapuján túl, keresztény hitünk szerint, az igazság koronája ragyog felé. A szolga hazatér mennyei urához, aki itt a földön neki élt és embertársainak szolgált, életét odaadta a szolgálatban, oda részes lesz Isten örök szeretetében és dicsőségében. Ezzel a hittel és reménységgel búcsúzunk tőled, Kálvi Zoltán testvérünk és szolgatársunk. Testedet, lelkedet annak a Szent Istennek a kezébe helyezzük, akitől kaptad a földi élet. Ama nemes harc és a szolgálatban odaadott élet fárasztó futása után pihenj meg Isten örök békességét. Istennek pedig legyen a hála és magasztalás mindazért, amit rajtad keresztül egy életen át adott szeretteidnek, barátaidnak, egyházadnak és népednek, embertestvéred. Kálvi Zoltán, pásztorunk, testvérünk, szolgatásunk, Isten jelent. Mennyei Atyánk, hozzád kiáltunk a halál árnyékának völgyéből. Add megértenünk ítéletet komolyságát és kegyelmet gazdagságát. Légy most közel hozzánk, csendesítsd el szívünk fájdalmát. Erősíts a föltámadás és az örök élet evangéliumára, a te békességed erejével. Köszönjük neked szívünk mélyéről, dr. Kálvi Zoltán testvérünk egész földi életét, hitét, szeretetét és önmagát nem kímélő, elégető szolgálatát, családja, népe, egyháza, az emberek javáért és üdvösségét. Áldott légy, hogy nekünk adtad őt itt a földön. Könyörülj rajta, hogy nálad lehessen örökké. És egykor majd együtt mondhassunk neked dicséretet örök országodban. Végtelen szeretetedért az Úr Jézus Krisztus által. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban.
országok, tanácsok, állami és társadalmi intézményeink egész népünk nevében mi részvétben búcsúzunk. Kapcsolatát hosszú idő volt, őszinte jó tudom kérdezni. A evangélikus egyház társadalmunk megbecsült intézményeként egyikünkön nemzetünk legjobb erővel, jelenünk és jövőnk építésében. Káli Zoltán püspök méltán szerzett a választott iránti elkötelezettséggel dolgozott országgyűlési képviselőt. Élvezze választó helyzetének bizalmát, feltudott minden arra érdemes ügyet, ügyet a problémák megoldására, segítette képviselőtársak kérdése alkalmával a Hazafias Népfront gyorsabbi kongresszusán az eredmények mellett nyíltan elgondolkodhatóan szólott legégető problémáinkról, többek között a család kiállása, a vége és a társadalmi közterelmi világközeg emelkedő esetén volt. A nagyüzés előkészítése és lebonyolítása során alkalmával örömére szolgál, hogy nagy többséggel választották meg a világszervezet elnökségét. Egy tisztségében a külföldi testvéregyházak és a nemzetközi egyházi szervezetek nevében búcsúzik dr. Johannes Hanselmann, müncheni evangélikus püspök, a luteránus világszövetség alelnöke. Der lutherische Weltbund nimmt gleichermaßen betroffen wie aufrichtig Anteil an der Trauer, die mit dem Tod seines Präsidenten, Bischof Dr. Zoltán Kaldi, über ungezählte Menschen gekommen ist. A lutheránus világszövetség megdöbbenten és ugyanakkor őszintén vesz részt abban a gyászban, amely elnökének, Dr. Káli Zoltán püspöknek a halálában számtalan emberre szakadt. Im Namen unserer lutherischen Weltfamilie sowie aller christlichen Gemeinden a történelmünknek is alfája és omegája, kezdete és vége, és ő a mi hazahívott testvérünknek, Káli Zoltán életének is az alfája és az omegája, a kezdete és a vége. Am Schluss seiner Predigt beim Eröffnungsgottesdienst der 7. Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes im hiesigen Sportstadion hat er gesagt: Nun leben wir in der Hoffnung und darauf laufen wir, indem wir das Ziel anstreben. Von diesem Lauf, der bis an unser Lebensende dauert, haben wir jetzt 2 Wochen vor uns. Während dieser 2 Wochen werden unser Glauben, unser Vertrauen und unsere Hoffnung gestärkt, dass wir einmal aus Gnade sagen können, ich habe einen guten Kampf. A nemes harcot megharcolta, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Amikor a célhoz érünk, és a célszalag elszakad, és a győzelmi koszorú a miénk lesz, akkor mindenben kegyelem volt. Kegyelem volt a cél elérése is. Igen, sola gratia, minden kegyelem. Niemand konnte seinerzeit ahnen, dass er so bald darauf nach Rom fangen möchte. Senki sem sejtette akkor, hogy ő olyan hamar ezután Isten akaratából befejezte utását és elérte a célt. Számunkra ez a prédikáció egy végrendelet, amelyből éppen a mi jelenlegi gyászunkban ezek a szavak, hogy hit és bizodalom, reménység és kegyelem nagyoknak elő, és vigasztalás akarnak adni. Az ő gyógyító irgalmasságával akar közel lenni hozzánk, és mindannyiunknak ezzel körülbelül. Alles ist Gnade. Zumal seit 1977 im Exekutivkomitee
und vor allem seit 1984 als Präsident. A Lutheránus Urákszövetségben én hálásak vagyok Istennek azért, hogy ő testvérünket Kálvi Zoltán megmutatta. És hálás vagyunk testvérünknek Kálvi Zoltánnak, hogy ő a Lutheránus Urákszövetséget szolgálta. Már 1963-ban esélyűen vezető szervezetben a Szövetségi Bizottságban, unter vollem und öffentlichen Einsatz deiner ganzen Person und persönlichen Dinge. Wir haben mit ihm einen lieben Bruder verloren. Ich bin László Eszter, ich bin Dímás Kérsek, Püspökkali Konferencia elnöke. Kálvi Zoltán püspök a Lutheránus Világszövetség elnöke ravatalánál imádságos lélekkel álló, képviselve a magyarországi római katolikus egyházat is, kérve számára korú irgalmas szeretetét. Kálvi vallás felekezetek nevében úgy beszédet mond Kovács Attila református püspök, az illat lelkészi alelnöke. Megindultam és fájó szívvel állok dr. Kálvi Zoltán püspöknek a koporsója mellett, a református egyház, Magyarország egyház, a kitüremés tanácsának tagegyháza is, valamint az Egyházközi Békebizottság keretében velük együttműködő unitárius egyház és kitüremés a hitközösség nevében úgy tudják tőle. Egyházaik és közösségei képviselői nem kívülállóként jöttek el a szomorú órában együttérzésüket kifejezni. Kálvi püspök teljes odaadással, belső tűzzel és mindig megújuló erővel végzett munkására bennünket is épített, életműve, tanítása számunkra is útmutatást tett. Ezért utazkozunk szeretteinek és egyházának fájdalmában, mint akiket magunkat is súlyos veszteség ért. Isten iránti hálával emlékezünk meg arról a jelentős szolgálatról, amelyet Kálvi püspök a magyar ökumenei közösségében végzett. Alakuló békéért, a haladásért, a leszerelésért, enyhülésért, hanyis egyenlőségért. Dr. Kálvi Zoltán püspök elnök, remény szerint az evangélikus hátterűektől, a 5 éve kevésbé aktív gyülekezeti tagokon, köztük a diákkéri gyülekezet tagjai keresztül, ennek a gyülekezetnek a presbitéri májterűek. Ezzel a szolgálattal azt a példát próbálta követni, amelyet közel 2000 évvel ezelőtt a Názáreti Jézus mutatott Palesztinában. Ezt tartjuk emlékezetünkben a Kálvi Zoltánról. Szeretnék egy bibliai igét idézni, aminek egy különösen kedves volt. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja barátnak. Kálvi Zoltán elérte a legmagasabb tisztséget a világ evangélikusai között. Magas közéleti funkciókat töltötte hazánk. Mégis mindig tragikusnak láttam az alatt. Kényelmesebb, nyugodtabb élete lehetett volna, ha mai napig szeretett Pécsi gyülekezeténél van. Püspökként meg kellett nyújtóznia a vállára nehezedő szinte embertelenül feladatokkal, küzdött, őrlődött, végül a szó szerint összeroskadt a terhek alatt. Ne felejtsük el ezt az áldozat vállalását. Nem lenne azonban helyes, ha ezzel fejezném be a rávaló emlékezést, hiszen ő a reménység istenében nyílt. Utolsó predikációját a diákkéri gyülekezetnek 1985. november 24-én az örök élet vasárnapján tartotta.
Azt hiszem, nincs nehezebb prédikátori feladatunk ezen a vasárnapon ügyésége. Mit mondott nekünk Kárdi Zoltán ennek a vasárnapnak nehéz szentőségét? Idézek néhány gondolatot a magunk szavazott megvezető prédikációjának. A búcsú szavakat hallgatva minket, akik barátainak mondhatjuk magunkat, más emlékek is megrohannak. A mindig derűs, jó barát, fiús mosolyát látjuk, amint otthonában is, és bérünk. Ínségben együtt van velünk, megvált és harcra értünk. Kél az ősi rossz, bajvető gonosz, csel, vad fegyverek, erőszak ő vele, a földön ő az első. Önnön erőnk csak dél vált, és bizony esnénk este, de harcba küldte egy fiát értünk, maga az Isten. Thank you.
megváltottak örökségéből. A te nevedben bízunk mi is, taníts meg minket a hűségre, mint halálig. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk. Az ő irgalmába ajánljuk szeretet. Oh.
Köszönöm szépen!